Megérkeztek az oldtimer traktorok Felnémetre, ezeket az egykori finomszerelvénygyár egyik utócége hozta el, még Berva moped is volt. Az iskola aulájában pedig kiállításon mutatták be az 1951-ben alapított gyár történetét. Közben a gyerekek már a kisállatokat nézegették. Úristen! Ez a szakállas a gámának szólt, de voltak ismertebb, gyerekekhez közelebb álló állatok, nyuszi, selyemtyú. Ugye ők mellette meg selyem pávagalambok. Az összefogás része az emberiség történelmének, ezzel kezdte az áldás Szabó József Béla címzetes kanonok felnémeti plébános. Kitért arra is, az árvízben is szükség van az összefogásra. Valusné Farkas Andrea szervező, a felnémeti civil kerekasztal tagja azt mondta, jók együtt és jól érzik magukat. A kerekasztal harmadik éve szervezi meg a közösségi napot. Nagyon szeretnénk, hogyha Felnémet, mint településrész nagyon aktív lenne, és nagyon sok embert bevonzanánk. Így van ezzel más település is, gondolom, de itt egy kicsit még jobban. Tehát működik évek óta, és nem fogy el a lendület a közösségi napokból, hanem évről évre szerintem mindig több, és mindig többen csatlakoznak. Összejönni jó kezdés, együtt maradni haladás, együtt is dolgozni siker. Ezzel a Henry Ford idézettel utalt az összefogás erejére Rázsi Botond alpolgármester, a városrész önkormányzati képviselője. Együtt akarják előre mozdítani Felnémet ügyét, együtt őrzik a felnémeti identitást, hagyományokat. Az a közösség, amely harmadik felnémeti közösségi napját szervezi meg, és nem csak ilyen programokat, hanem az év folyamán számos más rendezvényt szervez, gyakorlatilag önerőből, vagy minimális támogatással, az én úgy gondolom, hogy mai világban 2013-ban erősnek mondható. A színpadon felnémetiek és egriek mutatkoztak be, közben a sátrak mögött kezdődött a főzés, a vendégül látom a szomszédom elnevezésű főzőverseny. Az alapanyagok a fontossági sorrendben pálinka és hagyma hús. A felnémeti bort is bemutatták, a sátrakban találkozni lehetett a városrészben élő művészekkel, azok alkotásaival, de volt egészségügyi szűrés, többféle tanácsadás.